Így többen előttem is mondták, a Városligetért folytatott küzdelem nem ez a nem baj, saját felelősséggel jöttem ide. A budapestiek 86%-a nem ért egyet a liget beépítésével, a múzeumok idehelyezésével. Attól hogy fontos, mert 16 évben engemet szívvel operáltak, és én itt gyógyultam meg, itt lakom, és itt gyógyultam meg, mert a ligetben jó levegőn sétálgattam, jöttem, gyógyultam még idáig, és most már 91 évet megéltem. Mivel szükségünk van a fákra, mert megvédenek minket, ezért mi megvédjük a fákat. Ez a képlet! Gyalázatnak tartom, hogy az ország vezetése a rendőrséget használja föl arra, hogy a békés demonstrálókat kiszorítsa, elvigye. Ez a projekt nem a közérdekében, hanem erőből épül. Gyalázat az is, hogy azok, akik az életet védik, a fákat védik, a jövőt védik, azok kell, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek. Szegedről jöttem, 22 órán keresztül tekertem egy 120 kilós utánfutóval azért, hogy a ligetvédők csoportjához csatlakozzak. Ide vagyok láncolva, reggel 4-8 óta itt állok ennél a kerítésnél. Tegnap levelet kaptunk Lázár János kancellária minisztertől. Azt írja a kancellária miniszter, hogy tudhatnánk, hogy a Városligetnek minden korszak kijelölte a maga funkcióját, és most sem történik egyéb. Teljesen megváltoztatnánk a Városliget jellegét, nem lenne egy olyan pihenésre, kikapcsolódás alkalmas park, mint eddig volt, hiszen ezek az épületek agyonnyomnák a ligetet. Milliárdos beruházás, az emberek a közvélemény megkérdezése nélkül előre diktatórikusan eldöntött félig összefércelt tervek alapján, tehát minden megtalálható benne, és még a korrupcióról nem is beszéltünk, hiszen ez a része csak ezután jön. Nem mi vagyunk a bűnöző! Menjetek be, ott vannak a bűnöző! Eltévedtetek, nem mi vagyunk a bűnöző! Menjetek be, ott vannak a bűnöző! Ha bűnös módon itt a fák elpusztítása árán akarnak épületeket fölhúzni, miközben a Ferdinánd híd mögé szépen oda lehetne tenni ezeket az épületeket, semmilyen fa kivágására nem lenne szükség. Túlszorájtettek egy ligetvédőt! Berángották! Rendőrök! Rángották be! A Városliget ZRT, vagyis a kormány a mi pénzünkből 300 millió forintot költött arra, hogy az embereket meggyőzzék a liget projekt nagyszerűségéről. Épp az ellenkezőjét érték el. Nyugi! Különböző szinteken lévő emberek már beosztásukat tekintve különböző szinten igenis nem értenek egyet ezzel a kormányzati döntéssel, és nagyon sok más kormányzati döntéssel. Nyugodjunk meg, ha bejön, akkor jó? Nem van, nem van. Bűnözők, megvédjük!
A Városliget egyes részei valóban felújításra szorulnak, erre vannak is részletes tervek, azokat kell megvalósítani, és nem pedig új épületeket helyezni ide. Ugye van egy Városliget törvény, ami hatályon kívül helyezi az összes zuglói jogszabályt. Jogi lehetősége nincs a fővárosnak arra vonatkozóan, hogy bármit is tegyen, de politikai nyomásgyakorlási eszköze van. De a mai eljárás, ami alapján a rendőrség eljárt, ez a birtokvédelmi eljárás, ez nem jogszerű. Most ott tartunk, hogy elfogytak a jogi lehetőségek, a jogi mozgást. Most a polgári engedetlenség időszaka jön. Egyszerre védjük az emberhez méltó élet elemi természeti feltételeit és a demokratikus jogrendet. Az emberek nem buták, és nyilvánvalóan majd a protest szavazataikkal jelezni fogják ezt az álláspontjukat. Ahogy végighallgattuk százszor, hogy milyen nagyszerű érvek vannak a vasárnapi zárvatartás mellett, majd egy nap úgy arrébb lettünk, hogy még sincs. Tehát szerintem nagyjából ez a politika is lesz. Ugyan ki lehet vágni minden fát, mindenkit le lehet tartóztatni, el lehet pusztítani ezt az egész területet, de erkölcsi nullák, úgyhogy az erkölcsi győztesek, azok az emberek, azok a fiatalok is idősebbek, akik itt vannak és akik védik ezeket az értékeket, védik a fákat a 21. században.